itt a reggeli. Ébresztő a Civil Rádióban, 7-től 9-ig. Amióta itt a Civil Rádióban a reggeliben állandó rovatunk, ugye a K-monitorral való beszélgetés, illetve ugye különböző kérdéseknek a megvitatása. Azóta természetesen rengeteget beszéltünk arról, hogy Magyarországon milyen az átláthatóság, az adatigénylésnek a különböző hát nehézségeiről, meg egyáltalán, hogy ez hogy működik, a civil kontrollról és sok mindenről. Viszonylag kevesebbet beszéltünk arról, hogy az EU-ban mindez hogy zajlik, tehát hogy ott például a milyenhez képest sokkal gördülékenyebb, egyszerűbb, akadálymentesebb az ilyen közérdekű adatigénylés, vagy más fajta adatigénylés. Erről kérdezem Merényi Miklóst, a K-Monitor újságíróját. Jó reggelt kívánok! Szóval az EU-ban sokkal rózsásabb a helyzet? Ezt is gondolhatnánk, és egy sok szempontból ezért az EU az ad arra, hogy ugye a honlapjain az adatok azok elérhetőek legyenek több nyelven, néha olyan technikai megoldásokkal, amiket itthon is szívesen látnánk. Én igazából... Maguktól, tehát mindenféle nyomás vagy kérés nélkül, tehát ezeket a közadatokat ők nyilvánossá teszik? Igen, tehát alapvetően én most csak arra gondolok, hogy mondjuk az Európai Parlamentnek az üléseit, vagy a különböző meghallgatásait ezt a honlapon ugye több nyelven, vagy hát az EU-nak általában vagy a legfőbb nyelvén, vagy az összes nyelvén nyomon lehet követni. Amit én most hoztam ebbe az adásba, az inkább két kritikusabb ügy, ami a napokban bukott ki, ami miatt azért lehet kritika az EU-val szemben is átláthatóság szempontjából. És az egyik az pont egyébként egy közérdekű adatigényléses ügy, ami szerintem nagyon-nagyon szépen mutat párhuzamosságokat a magyar helyzettel. Itt ezt nagyon röviden csak összefoglalom, a biztosoknak az utazásairól van szó. Tehát az Európai Bizottságban Juncker ugye az elnök, és Junckernek volt egy utazása Isztambulba, ami 20 millió forintnak megfelelő euróba került. És nevezhetjük luxus utazásnak is. Ezután volt erről egy kis vita, hogy ez most sok, kevés, és akkor van egy egyébként a K-Monitorhoz elég hasonló, de európai ügyekkel foglalkozó civil szervezet, az Access Info, akik próbálják ugye az információszabadság szempontjait érvényesíteni, és akkor ők úgy gondolták, hogy akkor megkérdezik az Európai Bizottságot, hogy a többi biztos, mióta ugye Juncker 14 óta vezeti a bizottságot, hogy ők mennyit utaztak, hova utaztak. Egyébként ez egy érdekes színezetet is kap, és talán ez lehet majd később, hogyha itt a végkifejletig jutunk, az oka annak, hogy miért nem akarja annyira a bizottság ezeket az adatokat nyilvánosságra hozni. Ugye van a német biztos, aki talán a magyar újságolvasóknak is ismerős lehet a neve, ez a Günther Oettinger, igen, aki most már két tárcát is visz a bizottságba, mert a bolgár biztosnak a feladatkörét is most egy időre átvette, aki egyébként a Világbankba távozott, ezek is ugye érdekes sztorik volt, a Barrosóról is egy hasonló. Ezt ugye úgy hívják, hogy a forgóajtó jelenség, de ezt most zárójelbe teszem, szóval ez a német biztos, ez pont Budapestre Pakstól tárgyalni jött egy Klaus Mangold nevezetű orosz energiaügyi lobbistával, nem orosz, hanem orosz érdekeket, az Európai Unióban általában orosz érdekeket képviselő, de hát nyilván egy lobbicéget vívő lobbistával. Tehát itt olyan ügyek is kibukhatnak ebből az adatigénylésből, amik rámutatnak arra, hogy egyébként a biztosok azok olykor mondjuk magáncégeknek a repülőit veszik igénybe. Ez ugye az Oettinger kapcsán tiszta, és tudjuk. Egyébként ezzel meg is kapta az európai sajtóban a magáét. Szóval az Access Info benyújtott ezt az adatigénylést, viszont ők egy ilyen kampányt szerveztek erre, azt csinálták, hogy az összes biztosnak az adatait, ezt így szétszették időszakokra, és egyébként 168 európai polgár, az csatlakozott ez a kampányhoz egy online felületen, és kikelték az adatokat. Na, a lényeg, a vége az egésznek az lett, hogy a Juncker bizottság azzal utazott, illetve hát az
a nekik a vonatkozó osztályuk, főosztályuk, az azzal utasított el az adatigénylést, hogy ez bizony az Access Infónak az adatigénylés, és nem az európai polgári, és valami fajta visszaélésszerű adatigénylés, amivel ugye a magyar kormány is annak idején próbálkozott, ezt egyébként a jognyelvére átfordítani, vagy indoklásként felhasználni, ami ugye egy elég csúnya dolog, mert hát az európai polgároknak elvileg joga van, ugyanúgy, ahogy a magyar polgároknak 15 napon belül választ kapni egy ilyen adatigénylésre. Na, mi is igényeltünk adatot a K-monitorban, amikor volt ez a kampány, ugye Navracsics biztosnak az adatait keltük ki, és hát nem kaptuk meg. Aha, aha. Azért vannak itt problémák. Indoklás volt? Főleg nem kaptunk választ. Tehát egyáltalán semmi válasz. Ahogy Magyarországon is ez működik, ezt mindenkinek ajánlom, egyébként nem olyan nagyon bonyolult dolog az adatigénylés, van erre egy nagyon-nagyon hasznos felület, amit úgy hívnak, hogy ki mit tud, és Európában is, vagy az Európai Uniós ügyekkel kapcsolatban is van egy ilyen ki mit tud, egy ilyen adatigénylő felület, amivel bárki egyszerűen kikérhet, és beállíthat, hogy kitől, és egy formalevelet is generál, tehát kikérhet adatokat, és ugye ezen keresztül küldtük mi az igényünket, és a többi 167 igénylő is az igényét a bizottsághoz, és semmilyen választ nem kaptunk, és a bizottság ezután pedig az Access Infónak hát ilyen privát levelezésben üzente meg azt, hogy őket tekinti egyébként az adatigénylés gazdájának, és hogy mi csak úgy részt vettünk ebben a kampányban, a törvényekkel, vagy a szabályozásokkal. Igen. Értelmezhetjük úgy, hogy az EU tanult a magyar kormánytól? Hát reméljük, hogy nem. Itt igazából ez egy kínos ügy, és ezért nyilván tehát egyrészt az Európai Unióban azért egy magyarnál talán mondhatjuk így hagyományosabb lobby tevékenység van, tehát itt még mondjuk Magyarországon nagyon nehéz lenne kikerni azt, hogy mondjuk pontosan kivel kávézott a, mondjuk a mezőgazdasági államtitkár, de ott az Európai Unióban azt ugye lobby cégek működnek, és ők nekik egyébként egy szigorúbb regiszterbe kell bekerülniük, és jobban nyomon követhető, hogy dolgoznak, és mondjuk egy ilyen ügy, hogy egyébként egy magánlobbistának képével közik egy uniós biztos, ezért ez megrendíti a bizalmat egyébként abban az intézményben, az Európai Bizottságban, aminek amúgy is hát szokás azt mondani, hogy elég gyenge a legitimitása, mert ugye a parlament és a nemzetállamok alkúja a következtében kerülnek oda be tagok, nem is mindig iszonyatosan kompetens tagok, tehát pont egyébként tőlük nem várná az ember, hogy egyébként az Európai Uniót egyébként elég sok veszély fenyeget az időszakban, és most egyébként pont egy ilyen időszakban hát tenni az átláthatóságra, ez egyébként nem egy túl jó gondolat. És csak ezt a szerint kikerekítve egyébként nem is biztos, hogy ki fogják adni az adatokat. Tehát most beszéltünk az Access Infónak ennek a kampánynak a vezetőjével az Access Infóban, ami egyébként egy madridi székhelyű szervezet, és azt mondták, hogy őket tekintik az adatigénylőnek, és egyébként nem is biztos, hogy ki fogják adni az adatokat. De hogyha ez így van, akkor egyáltalán van-e fórum, aki ki tudja kényszeríteni az EU-ból? Tehát hogyha az EU bürokrácia ugye el akar tüntetni adatokat, vagy elhallgatni adatokat, akkor kihez lehet még fordulni? Tehát ki a felettese? Van valamilyen jogorvoslati lehetőség itt? Természetesen igen, és ugye pontosan ennek a menetét, ennek nem néztem utána, de azt azért elmondhatjuk, hogy igen, az Európai Bíróság ilyen ügyekkel rendszeresen foglalkozik, sőt, egy osztrák ügyben. 2013-ra emlékszem, akkor döntést is hozott. Egyébként pont ekkor volt Magyarországon ez a visszaélésszerű adatigénylés kampánya a kormánynak, és ugye pont abban az időszakban egyébként az Európai Strasbourg-i Bíróság hozott egy döntést arra, hogy már pedig ilyen, hogy visszaélésszerű adatigénylés nincsen, és ki lehet kérni. Tehát attól, hogy sok adatot kér valaki, attól még oda kell neki. Igen. Tehát erre hivatkozva nem lehet visszautasítani, mert akkor ilyen napon mindent vissza lehetne utasítani, vagy csak, hogy mondok egy kézenfekvő példát, akkor, hogyha ez annyira túlzott munkaterhet lenne egyébként a hivataloknak, akkor mondjuk az ÁSZ-nak Magyarországon, tehát a számvevőszéknek egy hasonló jellegű kéréseit se tudnák a hivatalok teljesíteni. Az Európa Parlament nem kötelezheti a biztosokat, hogy adják ki ezeket az adatokat? Nem, nyilván ők ilyen admin
tekinthetjük így adminisztratív vagy közigazgatási döntésekkel. Uh-huh. Eléjük nem kerül. Uh-huh. Nyilván ilyen joga van, az állampolgárnak ez a joga sérült, tehát nyilván ennek meg lesznek majd a jogi következményei. A parlament egyébként egy érdekes sztori, mert ők azért inkább átláthatóság pártiak, tehát ott ugye ott ülnek azok a képviselők, akiknek az a feladata egyébként, mint egy normális országban. Igen. Nálunk ez kevésbé működik, hogy ők ugye ellenőrzik az Európai Uniónak mondjuk így a kormányát, tehát a bizottságot. És egyébként pont egy tegnapi hír, ami szerintem mutatja ezt, hogy a parlament hozza rendszeresen átláthatósági párti döntéseket. Tehát tegnap például egy ilyen döntést tesztek, amivel segítik az újságíróknak a munkáját a pénzmosási ügyeknek a felderítésében, és tehát konkrétan ahhoz azt kezdeményezte a parlament, hogy az Európai Unióban kb. Minden cégcsoportnak a tényleges tulajdonosi hátterét fel lehessen tenni. Tehát a parlament ilyen szempontból átláthatóság párti, a bizottság az gyakran mondja magáról azt, hogy átláthatóság párti, de ugye melléket ábra is mutatja, azért ez nincs. Igen. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Megállapíthatjuk, hogy akkor tulajdonképpen még olyan igazán tökéletes modell az EU-n belül sem működik erre vonatkozóan, de azért reménykedjünk. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Köszönöm szépen. Viszontlátásra.